Magyarországon 2021 az önkéntesség éve, és az adta az ötletet a Rosszatomnak, illetve a partnercégeknek, hogy csináljunk mi is valamit, amivel tudunk segíteni az embereknek a Paksi régióban. És így adódott az ötlet, hogy akkor a lakókörnyezetnek a szebb tételében, komfortosabb tételében tudnánk segíteni. A társadalmi munkára való ösztönzést szeretnék, ha nem csak idén, hanem folyamatosan megtehetnék. A kezdeményezésnek köszönhetően a települések egy-egy pontja szépülhet meg, valamint fontos célkitűzés az is, hogy az üzemelő és az épülő atomerőművel kapcsolatos cégek is jobban megismerhessék egymást. Továbbá közvetíthetik azt az üzenetet, fontos a nukleáris létesítményeknek és a cégeknek a környezetük is. Olyan kedves gesztus, jó lépés a részükről, amelyet azt gondolom, hogy a beruházáson túl mind a lakosság is érzékel, úgyhogy bízom benne, hogy lesz még ilyen alkalom. Az önkéntesek között a Kalocsai Szociális Központ udvarán a TEI társulás több polgármestere is tevékenyen részt vett. Ez egy nagyon fontos gesztus, és én mindig szoktam mondani, hogy nem csak hirdetni kell a célokat, nem az elveket, hanem tevőlegesen részt venni bennük, példát mutatva ezzel a lakosság felé. A program folytatódni fog, hiszen a résztvevők számára fontos, hogy a helyi közösségekkel minél jobb kapcsolatot alakítsanak ki.